Szia! Szeretettel köszöntelek a Kispesti Deák Ferenc gimnáziumban. Én Deák Robi vagyok. A diákok segítenek tájékozódni a gimnáziumunkban. Sok sikert kívánok a felvételéhez! Igazából, amikor jelentkeznek hozzánk a diákok, akkor 2 vagy 3 évre fogják azt meghatározni, hogy milyen csoportba kerülnek, utána 11-12-ben választhatnak különböző fakultációk között, függetlenül attól, hogy hogyan kezdték nálunk a tanulást. Én matematika tanár vagyok itt az iskolában, cím szerint tanítjuk a gyerekeket 11-12-ben, viszont 9-10-ben csoportbontásban, ahol a nyelv szerint van a csoportbontás, tehát ott vegyes csoportok vannak. Az informatika ugye nem profilunk, viszont a gyerekek többsége informatikából érettségizik, mégpedig általában 5-ösre, ami egyben azt jelenti, hogy ECDL vizsgát is szerezi az érettségivel együtt. Éven alakították ki iskolánkba a Deák Labort, az üveges pályázat jó voltából itt a 3. emeleten. Azóta természettudományos módszertani központnak számítunk, a kerületi általános iskolából hetente egy alkalommal jönnek a diákok hozzánk a labort használni. Ha valaki nagyon szereti a természettudományokat, jöhet a természettudományos csoportunkba, ide 16 főt tudunk felvenni. Ők állnak a tehetséggondozás középpontjában. Szaköröket szervezünk számukra, olyat, ami érdekli őket. Bárki, aki az iskolánkba jön, számíthat arra, hogy sok kísérletet fog látni, üzemlátogatásokra megyünk, és jó hangulatú versenyeket fogunk szervezni részükre. Nagyon fontos, hogy csapatmunkában dolgozunk, és mint egy kis tábokat alakítanánk. Gyakran kooperálunk a Petőfi TV-vel, néha-néha beleláthatunk egy forgatásnak a menetébe, nagyon komoly kamerákkal, nagyon komoly személyzettel találkozhatunk. Média gyakorlat órákon gyakran csinálunk Facebook live-okat, mely során a többiek is betekintést nyerhetnek abba, hogy hogyan dolgozunk. Média órákon általában filmtörténelmet tanulunk, de vannak olyan kikacsintások is, mely során megnézzük egy filmet, és ezt elemezzük. Minden évben megrendezésre kerül a Deák mozi, mely során egymás filmjeit, egymás videóit nézzük meg. Die meisten Stunden laufen spielerisch, aber mit ernster Arbeit. Also unser Ziel ist, dass ihr die Sprachprüfung und sehr tiefe Sprachkenntnisse habt, bis ihr zum Abitur kommt. In der Fakultät der Nationalitätengruppe kommt, dann hat die Möglichkeit, auch mit der Geschichte der Ungarndeutschen kennenzulernen. Also es gibt auch Volkstanzstunden, wobei ihr Kenntnisse über das Leben bekommt. Also wenn ihr wirklich engagiert seid und ihr Sprachprüfung oder Abitur in Oberstufe ablegen wollt, erwarten euch herzlich im Gymnasium der Ferenc. You would probably like to know what it is like to study languages with us in Deák. Do you ever speak English at home? Would you like to use the language every single day? With us, you can do it, since you will have language classes almost every single day, and you will speak a lot of English at our classes. Do you like watching films or short videos? With us, you can do this in English classes. Another question, have you ever been to an English-speaking country?
Would you like to go there and look at the culture, experience it? We organize trips almost every year, for example, to the UK. Learning a language with DEAC is absolute fun. You can do that in a very, very good atmosphere with good people, friends, nice teachers. Come and join us. We're waiting for you. Ha tetszett ez a videó, akkor dobjatok egy lájkot, osztjátok meg ismerőseitekkel, és hogyha esetleg tényleg ide szeretnétek járni, akkor sok szeretettel várunk titeket. Sziasztok!